Isten éltessen Magyarország! Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk, és ha a hagyományokra gondolunk, ezt a napot az új kenyér ünnepének is mondtuk. Én úgy érzem, hogy annál szebb szülinapi meglepetés, mint egy gyönyörű kenyér nem létezik. És nagyon jó dolog, hogy augusztus 20-án minden évben megválasztjuk az ország kenyerét. Idén is így tesszük ezt, és természetesen a nyerteseket meghívtuk ide a stúdióba, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Szász Krisztián tulajdonost. És nagy szeretettel köszöntjük Horváth Zoltán kereskedelmi igazgatóját a Helpékségnek. Hát mindenek előtt fogadják gratulációmat, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a vendégeink nem ismeretlenek, hiszen tavaly egy másik kategóriában nyertek, így kerültek hozzánk, most viszont magáról az ország kenyeréről van szó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a meghívást. És akkor kezdjük el azzal, hogy milyen is idén az ország kenyere. Idén az ország kenyere egy nagyon egyszerű kenyérről beszélünk, mert négy alapvető alkotóeleme van ennek a kenyérnek. Liszt, víz, élesztő és só. Ennek a keveréke adja a kenyérnek az összét, az összetartalmát. Ami ebben az egész kenyérben nagyszerű dolog, az a kenyérnek a kovásza, amit nekünk Barró Zsolt kollégánk alkotott meg. Ez egy 72 órás kovász. Rozslisztel kezdjük a kovászolást az első nap, utána 24 óránként búzalisztel picit megvadítjuk ezt a kovászt, és ez kerül majd a dagasztásnál a búzaliszthez, nagyon kevés élesztő felhasználásával, sok vízzel, egy csipet sóval, és akkor ennek a végterméke ez a gyönyörű szép kenyér, ami itt van az asztalon. Vagyis mondhatjuk azt, hogy nemesen egyszerű tényleg a kenyér, és ha azt mondom önöknek, hogy és nézőink is emlékeznek, hogy nem is olyan régen pontosan arról beszéltünk, hogy mennyire egészséges a kovászos kenyér, akkor mondhatjuk azt, hogy önök most visszahozták azt a valamit, amitől a régi ember imádta a kenyeret, nem morzsálódott, nem penészedett, hanem jó kovásszal készült. A 72 óra az még talán hosszabb, mint amit általában, nem 24 órás kovász szokott lenni? Igazából a kenyérnek a tartóságát, az ízét, a zamatát, az illatát, azt legfőképpen a kovász adja. A kovásznak van egy saf tartalma, minél hosszabb ideig áll ez a kovász, vagy érleljük a kovászt, annál magasabb savfokot tudunk biztosítani. Én azt gondolom, hogy egy 24 órás kovásznál nem biztos, hogy tudunk olyan savfokot biztosítani a kenyérben, mint amit egy 72 órás kovásznál véghez tudunk vinni. Igazából ezt mi így, nem mi, Zsolt kollégám így kísérletezte ki. Szerintem fantasztikus módon összejött neki, és ő alkotta meg ezt a csodálatos kenyeret. Hát pontosan erre a kísérletezésre vagyunk mi kíváncsiak, hogy hogy is alakul ki az a végleges, hogy naponta 72 óra a jó, hány kenyeret csinálnak meg addig, amíg azt mondják, hogy na most már ezzel lehet indulni. Zsolt, amikor megalkotta ezt a kenyeret, akkor az első alkalommal nekem egy picit savanykásabb volt ez a kenyér. Ő sokkal több kovásszal dolgozott, mint ami a végeredményben megszületett. Egyeztettünk, én kértem tőle, hogy vegyen vissza a kovásznak a nagyságából, mert a kenyérnek azt a zamatos ízét elvitte a savanykás vonal, és ezért lett a végeredmény, hogy visszavettük a kovász nagyságát, és így tökéletesedett ez a produkció. Mit jelent? Most a kereskedelmi igazgatóhoz fordulok, hogyha egy pékség ilyen nagy eredményt ér el, ez befolyásolja majd maga a pékségnek az ismertségét?
Igen, ez abszolút így van, ezt tavaly megtapasztaltuk, amikor az innovatív kategóriát megnyertük. Nagyon sokan hívtak minket, vásárlók, ugye, akik már a mintaboltjainkban, ami Budapest területén azért elég sok van, és ismernek minket, ők hívtak telefonon, hogy na milyen lesz az új kenyér, alig várták, hogy megkóstolhassák. Ugye a Magyar Pékszövetség kiírta ezt a versenyt, és ott egy megállapodás született, hogy igazából 20-án a Magyar Ízek utcáján lesz bemutatva, és utána lehet értékesíteni, utána a nagy közönség is hozzájuthat ehhez a kenyérhez. Nem csak az, hogy tényleg jó a kenyér, önmagát is eladja a termék, de maga az, hogy így a nagy nyilvánosság előtt be tudjuk mutatni, ez óriási eredmény, és nagyon nagy öröm számunkra. Ráadásul egymás év, következő év után, ez pláne. Ezért is gratulálunk, bár meg kell mondjam, hogy nekem tavaly is az innovatív kenyér volt az én számíze szerint a finomabb, bár hát ahány ember annyiféle ízlés. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk a Pékszövetségről annyit, hogy hanyatszor, hogy írják ki, mik a feltételek, ki az, aki versenyezhet egyáltalán? Tehát a Magyar Pékszövetség idén 10. alkalommal hirdette meg ezt a versenyt, a Szent István napi kenyeret, és tavaly egy új kategóriával bővült, az innovatív kenyér kategóriával. Ebben a versenyben az ország összes pékje részt vehet. Sokan jelentkeztek egyébként, úgy tudom, hogy majdnem 50-en jelentkeztek erre a versenyre, jóval többen, mint tavaly, és két fordulós volt a versenykiírás. A második fordulóban az első 7 kategória jutott tovább. Annyit szigorított még a Magyar Pékszövetség, hogy most már laboratóriumi vizsgálat alá is vetik a kenyeret. Igen, ez nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a savfoka, amit Krisztián is említett, hogy az egy nagyon fontos összetevője a kenyérnek. A kovász ugye, ami a savfokot biztosítja, és a sótartalom. Az azon kívül, hogy egészséges vagy nem egészséges a só, ugye erről azért többféle teória is létezik, de inkább a túlzott sófogyasztás nem egészséges, valamint ugye az Európai Unió elő is írja, százalékban meghatározza, hogy egy fehér kenyérnek, mert ugye ez egy fehér kenyér, annak mennyi lehet a sótartalma. És most már ezt laboratóriumban vizsgálják. Volt olyan termék, ami tényleg jó volt, tényleg finom volt, és mégis kiesett a versenyből, mert ez a két paraméter nem volt megfelelő. Tehát akkor most már nem csak ül a zsűri és eszik és kóstolgat, hanem ennél már exaktabb vizsgálatok is vannak. Bármelyik pékség jelentkezhet erre? Bármelyik. Ez egy nyílt verseny, és bárki jelentkezhet. Van-e valami szabály, hogy milyen lisztből mondjuk nem lehet? Vagy... Az alapvető kiírás a Pékszövetségnek az volt, hogy kétféle lisztet kell tartalmazni a kenyérnek. Nem tartalmazhat semmilyen segédanyagot, adalékanyagot a termék, tehát csak természetes alapanyagokból születhet meg a kenyér. A Szent István napi kenyér kategóriában, az innovatív kategóriában én azt gondolom pont ugyanezek a kritériumok vannak, csak az embernek szabadjára van engedve a fantáziája, és úgy ízesíti, úgy kreálja meg a maga kenyerét, ahogy azt ő elképzelte. Majd eldönti, hogy mitől lesz innovatív az a kenyér, ahogy nekünk tavaly ez sikerült ugye az innovatív kategóriában. Azért emlékezzünk már egy kicsit vissza, milyen volt az innovatív kenyerük. Tavaly rozmaringos burgonyás kenyeret készítettünk, azt a kenyeret nekünk Gulyás Gábor alkotta meg, az is egy fantasztikusan jó kenyér. Nagyon finom volt. Volt, igen, akkor. És hát óriási elismerés volt számunkra, hogy tavaly első fecskeként indultunk versenyen, ugye akkor az innovatív kategóriában diadalmaskodtunk. Idén én tettem tavaly egy ígéretet, hogy a tavalyi eredmények ilyen felmozdulva minden évben elindulunk a versenyen, a Szent István napi kenyér versenyen. Hát ezt idén is így tettük, és hát ugye hatalmas nagy öröm volt számunkra, hogy a Szent István napi király kategóriában is tudtunk diadalmaskodni, nem csak az innovatív kategóriában. Én azt szeretném, ha megismerkednénk a kenyérrel, hát a formája az gyönyörű. Van-e annak például szabály, hogy ez majdnem kerek kenyér, egy kicsit vágva? Ez egy saját dizájn?
ez Zsolt kollégámnak a dizájnja. Én azt kértem tőle, mert beszélgettünk az elején, hogy milyen legyen a formája a kenyérnek. Ugye az is előírás volt a Pék Szövetség által, hogy a kenyérnek a végleges formája, a gyárthatósága, az alapjában mondhatom, hogy egy szempont. Én azt mondtam, hogy egy kenyér, ahogy az régen is volt, inkább cipó volt. Tehát ahogy nagyanyáink elkészítették a kenyerüket, elvitték a pékhez, és megsütötte nekik a pék, mert ugye ezt nem otthon tették meg, hanem elvitték a bedagasztott tésztát. Azok általában szép nagy kerek cipók voltak. Én azt vallom, hogy a kenyér az a cipó, és nem kell nagyon bonyolítani a formáját. Egy szép cipó, egy megfelelő díszítéssel, egy egyszerű vágással, én azt gondolom, hogy pontosan ugyanolyan dizájnt és olyan látványt tud biztosítani, mint hogyha egy kenyér, egy vekni kenyér szét van repedve, aztán az későbbiek folyamán esetleg vagy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát ez én azt gondolom, hogy biztos talajon és biztos lábakon áll, hogy ez a kenyér mindig úgy tud kinézni, ahogy ki kell néznie. Kedves nézőink, ugye mindig ez egy ünnepi pillanat, amikor megszegjük egy kenyeret megszegünk, így van. Ez szokás. Jaj, de finoman ropog, isteni a hangja. Szóval a bélzete megfelelően ruganyos. Ugye ez annak köszönhető, hogy megfelelő mennyiségű vizet tartalmaz, és ettől ugye a frissesség az mindig megmarad. Így. Hát, Lória, ha gondolja esetleg egy jó csücsköt és megkóstolni. Hát a legfinomabb, minden kenyérnél valljuk be, hogy az a legfinomabb, amikor ezt az isteni ropogós héját, vagy itt azt a kis csücskét meg lehet enni. És hát tudják, hogy nagyon sajnálom, hogy nem lehet így átadni önöknek, de így én megkóstolom. És úgy szeretem, ha azért egy kenyérnek van teste, tehát azt meg lehet vajazni, zsírozni, tehát nem az van, hogy elmorzsálódik. És ezt én azt gondolom, hogy 100%-ban ez a kovász az, ami biztosítja. Biztos, hogy igaza van, én nem vagyok szakértő, de ez az, amire azt mondjuk, hogy kenyér. Sokszor egy közértben megnézem, ott állok a pult előtt, és egyikhez sincs kedvem oda nyúlni, mert nem kenyerek, hanem vagy fel van fújva, egy nagy lúg kívül egy kis héj. Hát ez nagyon-nagyon finom. Meg fogjuk enni, ez ilyenkor mindig ez a lényeg, hogy mikor lesz vége az adásnak, hogy meg lehessen enni a kenyeret. Akkor egy kicsit beszéljünk a pékségről. Rendben van, hogy indulnak ezeken a nagy versenyeken, de mi minden jellemző még a pékségre? Mit gyártanak? Hogyan? Hogy kerül a vevőkhöz? Nagyon sokféle termékünk van. Legalább 10-12 féle kenyerünk van, 20-25 féle péksüteményünk, édes, sós, és mindegyik elérhető. Szállítunk, van nagyon sok saját boltunk, most már nem tudom, hogy ezt mondhatom, mert 16 saját boltunk van. Gratulálunk ehhez is. Igen, 10 van Budapesten, 66 darab van Pest megyében, és a termékeink azért a nagyobb láncoknál is elérhető, de a kiskereskedőknél is megvásárolhatják. És ami nagyon fontos, egy új szegmens, amit már nem is annyira új, mert már pár éve a vendéglátás, a catering felé elkanyarodtunk egy kicsit, mert ott már csak a kiváló minőséget lehet eladni. És akkor hogy? Egy cateringnél gondolom inkább az apróbb zsömleszerűségek, amik... Igen, de az apró pékárut is kovásszal csináljuk. Tehát nem, igen, nem 72 órás kovásszal, mint ezt a kenyeret, de most már teljesen átálltunk a kovászos technológiára. Hát ennek nagyon sok orvos, természetgyógyász örül, úgyhogy lassan el is mondhatják, hogy az egészséges kenyerek előállítói is. Úgyhogy ezek szerint, ha a nézőknek el tudjuk mondani, hogy az Ízek utcájában lehet megtalálni, az önök saját pékségeiben,
és ha minden igaz, akkor a legnagyobb üzletláncok is át fogják venni. Mikor sütik a kenyeret ahhoz, hogy a közértben reggel finom és friss legyen? Hát a kenyeret mi este 6 órakor kezdjük el gyártani. Az első kapavágások, vagy az első dagasztás az este 6 órakor indul. Ugye a pékség amilyen mennyiséget gyárt egy éjszaka, és hogy biztonságban kiérjen az üzletekbe reggel 5 és 6 óra között, hát ahhoz el kell indulnia legkésőbb 4 órakor egy teherautónak, tehát én ez az este 6 és délután hajnali 2 óra közötti időintervallumban sülnek ki azok a kenyerek, amit másnap reggel egy boltban meg lehet vásárolni. Az Ízek utcáján augusztus 20-án lesz ez a kenyér elsőnek elérhető Budapesten a vásárlók részére. Ezt a kenyeret a kollégáimmal egyeztetve, hogy frissen, ropogósan, majdnem melegen tudjuk prezentálni a vásárlóknak, ezt hajnal 2-kor kezdjük el majd gyártani, és egy nagyon rövid időintervallumjuk lesz ahhoz, hogy el tudják készíteni, de elegendő idő, hogy ugye az Ízek utcájáról ott legyen ez a kenyér frissen, ropogósan a vásárlóknak. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, megismerhettük az idei ország kenyerét, és az utolsó szó a nyerteseké, átadom. Szeretném kérni, jöjjenek ki a Magyar Ízek utcájára. És kóstolják meg a kenyerünket.